elérkeztünk hát az őszi bajnok csapathoz, a Pakshoz a social media mustrába. Megnézzük, hogy ők hogyan használják fel a social media felületeiket, de rögtön csak az intro után. Tehát itt vagyunk a Paksi FC, hogy helyesen fejezzük ki magunkat oldalán. Amikor a weboldal mostát csináltuk, egyébként nem nézett ki ilyen jól az oldaluk. Ez biztos vagyok benne. Jó mondjuk, volt már vagy három éve legalább. Úgyhogy na nézzük, hogy legalább csak belenézünk gyorsan, hogy mit tartalmaz az oldal. Az a tök jó visszaszámlás, mint az áció, káció, káció, vakáció, emlékeztek rá? Tehát még négy nap van a, az NBB egy a nem biszem baszom kezdéséig vezetőedző. Jaj, Paksi FC Podcast a SunCloud-on. Ez de jó. Ez már is egy előlépés hírek. Hát szerintem, na, de most nem, tényleg jó kis oldaluk van. Informatív, elég minimalista, de most, mi kell több? egyébként. Jó, jó kis szlájdok -ok vannak, jó ez. Jó ez. Az én nem olyan nagy örömömre vezetik a tabellát még most, de hát majd meglátjuk, mi lesz tavasszal. Azt mondja, hogy nem, nem szerintem egész ütőképes web most, nem? Most... Na, szerintem jó. Na nézzük. Azt mondja, hogy leg nagyon pozitív dolog, hogy itt a, a főoldalon rögtön elérhetőek a social média oldalak. Szerintem ez nagyon jó. Egyből jegyvásárlást lehet kezdeményezni, most én nem fogok. A kapcsolati fül. Amit föl, ha ide lépek? Na, hát, semmi, semmi. full ezt a nem én is legyen. Na, nézzük, ami minket jobban érdekel szépen sorba is van téve, hogy majd következnek. Nézzük a Facebook oldalukat. Egy pillanat. Hát most azt nézzük, a, gondolom a tavaszi, sőt, az őszi jó eredményüknek köszönhetően, illetve már azért a Magyar Csapat nevű reklámot megkapják. Szerintem, hát most hova tegyem ezt a 10, 15 ezer követőt? De ha azt nézzük, hogy van, akinek van 2000, illetve a nagyoknak már, ugye a, a nagyobb vidéki csapatoknak 40-50 ezer, 60 ezer, 70 ezer követő, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen kisvárosnak 15 ezer követő szerintem nem rossz, és a kisváros most ne, ne vegyétek úgy, ahogy rossz a gondolná az ember, abszolút semmilyen szándék nincs bennem gondolom az jobban megegyezhetünk, hogy Paks nem egy világváros, de attól függetlenül egy, ezek szerint egy jó kis alkotó közeg, egy nyugis hely, ahol, ahol bizony lehet futballozni. Na nézzük. Egyébként a grafikáik nagyon jók. Ez is Instára készült főleg. Informatív. Szerintem szóval jó. jók a közlések is bérletértékesítés, olyan, persze, amit már sokszor még én is magamat kérdezem, de volt egy-két haverom, hogy tulajdonképpen egy Facebookban mi a frász lehet csinálni, vagy mit lehet azon pontozni. Hát többek között azt, hogy szolgálja-e a csapatnak az érdekeit, megfelelő információval látja a szurkolókat, milyen mennyiségben, és azért lehetne ezt rosszul is csinálni, de azt gondolom, hogy itt a, Paksiak egyébként nem csinálják rosszul. Van, azt hiszem, hogy, ha igen, igen, tehát ez ez ide van optimalizálva. Tehát a Facebookra lett egyből feltöltve, tehát mint felületet egyébként biztos, hogy használják. Jó kis képek vannak. Na, jó, szerintem, hát ez egy jó kis grafika. After Effects-es és klublogó. Tehát foglalkoznak ezzel az oldala, látszik, hogy aki csinálja, az, az, és azért vannak rajta, most a lájkoló számhoz képest azért vannak rajta lájkok, tehát azt nézzük, hogy van 15 ezer követőjük, akkor azért egy-egy képet megnéznek 100-200-an legalább. De a tulajdonos valami tudhat ez az ember egyébként, hogyha így e e e ezt a kis közeket ott e létre tudta hozni. Nem tudom, hogy például a maga a paksi atomerőmű egyáltalán támogatja -e a futballt. Tehát ezt így nem tudom, hogy szüksége van-e egyáltalán rá. Paksi atomerőből egy tudom, egyet tudok, hogy van egy nagyon jó kis fegyvere szolgálata, a világ elitjébe tartoznak, van ott ismerősöm, volt kollégám, aki mindegy, tehát az a lényeg, hogy a Pakson nem csak a futball profi, hanem a, a, az atomerőműnek a védelmi szolgálata is világszínvonal, hogy ezt mondjam. És nem beszélve a Paksi judóról, ami szerintem nem tudom, hogy Anti ott van-e még, de az biztos, hogy a Paksi Atom az, az, az már egy olimpiai bajnokot kitermelt ott a judóban. Na hát azt gondolom, hogy megfelelő számban vannak a posztok. Azt hallottam, hogy volt valami volt valami rókaság itt, mert volt valami nyereményjátékuk, és feltörték az oldalukat, vagy valami hasonló volt, vagy, vagy hozzájutottak a játék részletei, ez nem tudom. Úgyhogy ez, ezt, ennek a nyomát keresem, de szerencsére már gondolom megoldották ezt a problémát. Tehát volt valami nyereményjáték, amivel vissza akartak élni. Amikor ez is milyen már, hogy egy, egy sportoldalnak a nyereményjátékával kell szórakozni, szóval az ilyen, az ilyen annyira, annyira szar. Vannak szurkolóik egyébként, a, amikor a Bánka-Rakacki tornát szervezték a, a Zoliék, mi ugye csak közvetítettünk onnan, a, a paksiak elég szép számmal jöttek el a szurkolóik, úgyhogy elég hangosak is voltak. Biztos, hogy egy komoly közösségi élmény a, a labdarúgás, ott a, egy, egy labdarúgó meccs, Hát azt kiasználják. Itt van egy Szabolcs nem kedvenc játékosa, aki másé már, mint tudjuk a dal szerint. Nem maradt pakson, csak a dalban másé lett a Szabó János. Nagyon kis nívós. Egyébként, tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy akármennyire is nekem nem volt szimpatikus, vagy nem szimpatikus az edzők magával, csapattal, az ég a világon semmi bajom nincsen azt, azt elmondtam egy némi rossz indulattal egyébként, hogyha most jó munkát végeznek ott, vezetik a tabellát, de most így őszintén, ha nem lenne a paks, szerintem egy pár éven belül senki nem tudná, hogy, hogy léteztek itt az NB1-ben, mind a mellett azt, amit most csinálnak, azt tiszteletre méltó tudják vezetni a tabellát, ahhoz képest, hogy milyen lehetőségeik vannak, ezt senki nem fogja elvitatni tőlük. Továbbá az, hogy ezt ö, csupa színmagyar játékosokat csinálják, az, az még külön dolog, csak az más kérdés, hogy itt az utánpótlásból ők hogyan tudják majd ezt pótolni. Reméljük megoldják, de én nekem most, ha megharagszanak, ha nem, paksor, mindig a judo fog az eszembe jutni. Voltak itt ugye olyan edzők, akikre nem igazán lehettek volna büszkék. Most a, a az edzők által elvégzett munka miatt büszkék lehetnek rá, hogy ahogy most ide jutottak, El, elkötelezettek a játékosok, reméljük a böde a disznóvágásról visszaér időben a kezdésre. Nem tudom, emlékeztek-e volt egy ilyen a, az edzőjük nyilatkozott arról, hogy valamelyik szezon kezdetkor, tavaszi szezon kezdetkor, Dani nem érkezett vissza a disznóvágásról. Hát gondolom azóta már azért nem olyan, nem olyan rossz a viszony, vagy hozott kostolót, fele tudja. Na mindegy, tehát azt gondolom, hogy erre er a Facebook oldal látszik, hogy kezelve van, normálisan van karbantartva, megfelelő információ mennyiséget kap, tehát, tulajdonképpen ahhoz képest, hogy mekkora kis csapat beleköthetetlen, mondjuk nem attól függ a egy Facebook oldal, látszik, hogy karban tartva, és aki csinálja, az foglalkozik vele. Na nézzük tovább, vissza a fő oldalra. Na, igen. Tehát a Facebook oldal úgy gondolom rendben van, gondolom az Instagram is, főleg a képi megjelentésben erős, 4100 bejegyzés, 6884 követő, hát ezzel is látszik, hogy foglalkoznak. Egyébként nagyon jó grafikai megoldásokat használnak, egyedi, tehát van kreativitás. Kicsit a látszik, hogy a grafikusuk a, a szögletes dolgokat kedveli. Nem baj, legalább karakteres egyébként maga a megjelenítés. Hát ez ilyen nagyon jó, hogyha egyedi megoldásokat használnak. Jó, hogy visszaszámlás van, hogy még öt nap legendák. Ja, az nem ők. Na, mindegy. Tehát ö, 17 éve vannak az NB1-ben, ezek szerint. Szépen megkapaszkodtak. Hát, tulajdonképpen azt gondolom, a... Én nem vagyok bejelentkezve. Tehát azt gondolom, ez is egész nyugodtan kitehetik az ablakba, megmutathatják, hogy ezek mi vagyunk, Látszik, hogy foglalkoznak vele. A szintnek megfelelő, tehát a, a lélek számnak megfelelő. Ö, talán, egy, talán itt ez egy kicsit lehetne erősebb az instájuk, nem tudom a, a, a lakosság, tehát ugye a maga a nézőszám, hogy fiatalok járnak-e meccsre. Nem tudom, a, a szurkoló nem a legfiatalabb volt, de viszont annál lelkesebb. Úgyhogy is nagyon sok ö, asszony is elkísérte a barátját, férjét, az urát a, a mérkőzésre. Tehát kiveszik a nők is a részüket a, a szurkolásból, ami nekem megragadta paksiakkal a paksiakkal kapcsolatban, a táborokkal kapcsolatban. Mi van még? SoundCloud, ugye ez is egy pozitív dolog. TikTokjuk nincsen, de hát ez amúgy sem tartozik a, az értékelendő dolgok közé. Viszont az, hogy van SoundCloudjuk és van Twitter x Twitter X, az, az, is egy jó dolog. Igazán, hát azért látszik, hogy nagyon sok beszélgetést vesznek föl ők. Most mondhatom azt, hogy ebből látszik, hogy hát sajnos csak három követő van, azért szerintem iratkozzatok föl, vagy kövessétek be a, a Paksi FC-nek a soundcloud mert azért tesznek bele energiát, látszik, hogy igazán azokra az emberekre számítanak, akik naponta nem nagyon tudják a monitort bámulni, hanem inkább csak hallgatják munka közben. Ez is azért sok mindent elárul, hogy ki a melós csapat, ki nem. De azt gondolom, hogy ebbe is megfelelő energiát tettek. Amit, ha valaki kíváncsi a játékosainak a, egy kicsit közelebb akar hozzá kerülni, információkat akar róluk megtudni, az megtudhatja. Ez dicsérendő dolog egyébként, ez a, ez a SoundCloud, egy plusz egy pontot biztos, hogy fogok erre adni már csak azért is, mert az így, ez sem volt mindenkinél, de itt viszont tényleg látszik, hogy módszeresen pár naponta tesznek föl, hogy úgy nézem, hogy havonta egy, egy 5-6 legalább van, itt a játékosokkal egy beszélgetés, a nem is kevés tulajdonosokkal, vagy a tulajdonossal napi dolgokról, tehát érdemes ezt is figyelemmel kísérni a paksnál, ez egy dicsérendő dolog. Na nézzük a Youtube-ot, amitől mindenkitől egy kicsit tartok, mindenkinek kicsit tartok. És, igen. Hát, jó. Ja. Hát sajnos ez itt a fő probléma, hogy 473 feliratkozó. 325 videó. Tehát, ha lehet dicsérni, a, a Paksnak a weboldalát, ami szerintem paromió. jó. Ha lehet dicsérni a Facebook oldalát, mert informatív, megjelenik rajta a csapatnak a szellemisége, fényképekben optimalizálnak, euh, elég néztem, hogy elég sok videót optimalizálnak Facebookra is, tehát oda lehet, hogy ami ide kijön, akkor oda is kimegy, de legalább veszik a fáradtságot és feltöltik oda. Az Instán, az Instánval kapcsolatban vannak kreatív megoldásai, az ez a szögletes, karakteres, felismerhető látványvilág. Szerintem nem rossz. De viszont itt hát a szám ez nagyon kevés. Ami nagyon fontos lenne, a követő szám, feliratkozó szám megnövelése mellett az, hogy mondjuk egy hetet tették az utolsó videót az edzőtáborról, vagy edzésről, Nincsenek cover képek. Nagyon fontos lenne egyébként, hogy legalább a, a, a mostani social médiában nem mondom azt, hogy én guru vagyok, csak másoktól, másoknak a... a amit másoktól lesek el, azt tudom én csak visszhangozni, nagyon-nagyon oda tudja vonzani a, a közönséget egy jó kóverkép. Persze egy... egy Lenkén hogy hölgy vonza a legjobbak, legalábbis az én szememnek. Az lenne a legvonzóbb, de itt azért lehetne egy cover képeket rakosgatni, nem egy nagy vaszizdasz. Csinálnak egy át egy templétet, és abba beillesztik a, az általános információkat, ha ezt így meg akarja csinálni. Á, Simon Attila. Volt gól királyuk. Tehát így, így azt gondolom, hogy és itt még a Varga Barnabás is. Tehát azt nézem, az őszi szezonban csináltak összesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jó, jó, 8 hát 8 darab videót tehát itt a lehet, megkaptam és megnézem a Paksi FC-nek a weboldalát mert ugye a videótonnál jogos kritika volt az, hogy megkaptam azt, hogy van a Vidinek külön Vidi tv és nem oda teszik föl a, a videóikat, a, az ilyen megjelenítendő videós tartalmaikat, nem a Youtube-ra, hanem a saját weboldalra, ami az elég költséges megoldás, de itt, itt azt látom, hogy nincs. Tehát nincs olyan... Hát ez egy nagyon-nagyon kihasználatlan felület. Tehát ide, ha tényleg akarják tolni ezt a magyaros vonalat, egyébként azért van, a fejhallgatom, mert azt hittem, hogy van fönn valami anyag, és azt belehallgattam volna. De ha, tehát ide, vagy ez egy nagyon erős ez a, ez a magyar csapat. Tehát ez a szlogen, ez egy nagyon erős dolog lehetne, hogyha a, megadnák hozzá egy kicsit a tartalmat. Ja, a tartalom maga a csapat, persze, tudom. De ezt sokkal jobban meg lehetne ilyen kisebb motivációs videókkal, zenei aláfestéssel kísérni, hogy, hogy tényleg mi vagyunk a magyar csapat, és a többi. Tehát hogy lehetne ide olyan, legalábbis én azt gondolom, hogy lehetne ilyen tartalmakat gyártani, hogy egy kicsit még, még reklámozzuk is ezt a dolgot, és akkor mondjuk nem 473 feliratkozó lenne. Tehát ez, ez, ez így magában borzasztó úgyhogy most őszi bajnoka a Paks, és lehet, hogy most le, lehúrognak a, a Paksnak a szurkolói, de én azt gondolom, ezt, ezt a vonalat ezt nagyon kellene tolni. Nekik a Facebook nagyon jó, a SoundCloud nagyon jó, de a YouTube-os tartalom is nagyon fontos lenne. A YouTube az a, az, a, az, a, az, az állandó social media felület, ami egy kicsit azért időtálló, ha lehet így beszélni egy social médiáról, mert, mert jön a TikTok, jön az Insta, mindig jön valami új, valami más, de a, a Youtube az csak ott van mindig, a, a legtöbben, legtöbben, hogyha informálódni akarnak a, az írásos anyagok mellett, akkor inkább ide jönnek föl. TikTokon megnéznek egy-két videót, hogy milyen jók a trükköznek, Instán megnézik a képeket, de igazán, hogyha egy csapatról információkat akarnak szerezni, akkor, akkor azt szerintem itt tudnák megszerezni. Vagy itt tudnák csak magukat igazán kirakni a, a húspiacra. Itt van lehetőség csapatbemutató videókat csinálni, mondjuk a történelméről, a jövőjéről. Persze van egy beszélgetés a, a harasztival, de bizony azért jobban is lehetne ezt csújkolni. Tehát az, azt gondolom, hogy, hogy most Azért havonta, most ha leszámítjuk ezt így, havonta egy videót raktak ki. És abból sem volt igazán olyan, most nem merek már, akkor ez is ilyen jogvédett zene lesz, vagy akármi, de egy sajtótájékoztat, egy beszélgetés, persze itt a vargának a gólyai, ami amire büszkék lehetnek, hiszen gólkirály lett ott. De azt gondolom, hogy itt azért régebben sem volt ez a. Itt legalább kirakták a. a a gyerekeknek a mérkőzéseit, tehát az ifi csapatok meccseit, azt azért most is meg lehetne tenni. Tehát, hogy ahogy látom, ez ráadásul Mostan Most van alatt a zene. látunk olyan klubot is, ahol ugye robotkamerával vették föl a a gyerekeknek a mérkőzését, meg lehet pályázni, és azért, azért gyerekeknek is ki lehet rakni a, a, a húspiacon, lássák azt, hogy, hogy vissza tudják nézni, a hiba meg lehessen csinálni. Itt ugye még a Vatner Robi volt az edző. Egyébként szerintem ő, ő, is egy jó választás egy, egy csapatnak, Ösztönös, ő igazán inkább egy ösztönös edző, de jó választás volt Pakson. Na, tehát így, 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 azt gondolom, hogy, hogy ez, ez az, az, a rengeteg pozitívum, ami volt a, a többi oldalon. Tehát van egy jó weboldaluk, és mondom, most mondom el harmadszor, egyszer. Van egy egész, egész jó kis Facebook oldaluk, megfelelő követő számmal. Az Insta ugye ennek a folyománya. Ugye van az a rendkívül jó pozitívuma a SoundCloud, de hogy a YouTube-ban ennyire nem foglalkoznak, ez azért így, ez így melbevágó, legalábbis nekem. Tudom, hogy nem ez a legfontosabb. Tudom, hogy a pályán kell a reklámot megteremteni. De a fiatalok bevonzása szempontjából, meg egyáltalán a megismertetés szempontjából nagyon fontos lenne, hogy ezt a social media felületet se felejtsék el. Hát most itt láthatjátok a, a pontszámokat, amiket adtam a, a PAKSTAK erre a felületre. Vannak pozitívumok, vannak negatívumok, inkább azt mondom, hogy több a, sokkal több a pozitívum, de a YouTube-ot nagyon-nagyon nem szabad hanyagolni. Nagyon fontos lenne, hogy ez a felület se legyen kihasználatlan, mert mond, jönnek majd olyan idők, amikor nagyon-nagyon amikor szükség lesz a, a saját maguk reklámozására, egy jó, cí, jó cégér kifüggesztésére. Tehát innentől azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a, a Paksnál is ez megjelenjen, akármennyire is kis csapatnak gondolják magukat, vagy azt gondolják, hogy erre nincsen szükség, de szükség van. Hát hogyha nálamnál sokkal jobban hozzáértőt megkérdeztek, hogy a, a social media felületeket érdemesek kihasználni ebben a mai világban, kell szinte kötelező kihasználni. Úgyhogy ráadásul az a, a reklám, amit megkapnak azzal, hogy most a, az őszi bajnokok ők. Van egy jó játékuk, van van egy nagyon erős szlogen, amit ki lehetne használni. Azt gondolom, hogy erre nagyon rá kellene feküdni. Szükség lesz még arra, hogy ez a, hogy ez a cég sokáig fönn legyen ezzel a szlogennel, mert jönnek majd olyan napok is, amikor majd nem lesz ekkora hype a paks körül, és akkor arra a szlogenre, arra az erős mondani valóra, nagyon nagy szükség lesz mindenkinek. Innentől kezdve csak annyit tudok mondani, hogy további sok sikert kívánok nekik, maradjanak ilyen jó paszban, és nagyon remélem, hogy gratulálhatok majd nekik is a végén a ezüst vagy a bronzéremhez. Úgyhogy innentől kezdve hajrá magyar foci, hajrá semleges térfél, sziasztok, találkozunk a következő videóban. Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!